Országos viszonylatban szabolcs szatmár bereg megyében a legnagyobb az agrárgazdasági kamara létszáma, ennek is köszönhető, hogy összesen 18 ezer hektáron termesztenek zöldséget és gyümölcsöt, 51 ezer hektáron napraforgót és 95 ezer hektáron kalászosokat. A vidékfejlesztési program különböző pályázatait évről évre sok termelő próbálja kihasználni. Ez a terület, szabolcs szatmár megyeiben aktív, mindenhol igyekszik, ahol pénzszerzési lehetőség van, ugyanis el, eléggé pénztelen vidék ez a szabolcs megye. A kamarák ezen túl a pályázatírók megtalálásában is segítenek a termelők számára, ez a szolgáltatás ingyenes a kamarai tagoknak. Szabolcs megyében körülbelül tizen vállalják ezt a tevékenységet, a kamara azért is vezette be ezt a tanácsadói hálózatot, mert a tapasztalatok azt mutatják, a termelők nem maguk írják a pályázatokat, így pedig hatékonyabbá válhat a közös munka. Az agrárgazdasági kamara már a év elején, és a tavalyi év végén elkezdte szervezni, az, hogy a gazdák szolgálatában állhasson egy olyan segítsége, hogyha valaki pályázatírás vagy szaktanácsadói szerződést akar kötni, egy bizonyos névjegyzékben szereplő szaktanácsadókhoz küldi el a hozzá legközelebbi, mondjuk Szabolcs megyében a Szabolcsi listán szereplőköz, és még annyi segítséget is tudunk tenni, hogy specifikusan mondjuk a állattartással kapcsolatos, vagy kertészettel, vagy szántóföldével, akkor így is tudjuk esetleg megkülönböztetni a pályázatírókat, és olyan helyre próbáljuk ürni, ahol valóban egy sikeres pályázatot fognak készíteni. Az Agrárgazdasági Kamara névjegyzékébe önkéntesen jelentkezhetnek a pályázatírók, számukra továbbképzéseket szerveznek és bizonyítványt is kapnak, így kizárólag minősített szakemberekkel együtt dolgozhatnak a kamarai tagok.